A civil központok országos hálózata idén ősszel is várja a véradókat Fejér megyében, a napokban összesen 4 helyszínen. Hétfőn a fehérvári civil központba érkeztek a véradók, Molnár Tamás önkormányzati képviselő is a véradás mellett tette le a voksát. A civil véradás az, ami most már hosszú-hosszú évek óta összefogja a civil szervezeteket, és egy jó ügy mellé állítva próbál segíteni azoknak, akiknek vére van szüksége. És hát én is így csatlakoztam gyakorlatilag, az első civil véradás volt az, amikor igazán beléptem a véradók közösségébe, szolgálatába, és minden évben kétszer én is eljövök, és a véradásommal próbálok segíteni azoknak, akiknek szüksége van erre. A véradáson 18 és 65 év közötti egészséges emberek vehetnek részt. Úgy látjuk, hogy egyre többen jönnek el, és szerencsére mondhatjuk azt, hogy nem csak a civilek, hanem a civilek által foglalkoztatott önkéntesek, vagy a családtagok, ismerősök is eljönnek ezekre a véradásokra. Mindig változik a résztvevők száma, de mi azt látjuk, hogy ez folyamatosan növekszik. Nagyon örülünk neki, és buzdítunk mindenkit, hogy nem csak a civil véradáson, hanem egyéb más helyszíneken is, ahol lehetőség van véradásra, éljenek a lehetőséggel. A Fejér megyei civil közösségi szolgáltató központ kedden Dunaújvárosban, a Szent Pantaleon kórházban, jövő hétfőn Móron és jövő kedden Sárbogárdon szervez véradást. Minden egység levett vérből 3 vérkészítményt állítanak elő, ezeket akár 3 különböző beteg is megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: adj vért és ments meg 3 életet.